A Modern Városok program keretében Hódmezővásárhely számos fejlesztésre számíthat, többek között a honvédelem területén. A kórház fejlesztése mellett egy katonai szakközépiskola is létrejöhet, amely azt bizonyítja, hogy az ország biztonságának védelmében vezető szerepet tölt be a helyi laktanya. Magyarország biztonságának kérdéséből nem enged a kormány. A Hódmezővásárhelyi laktanya kulcsfontosságú szerepet játszott abban, hogy az itt szolgálatot teljesítő katonák a déli határvédelmét el tudták látni. Éppen ezért komoly tervek vannak annak fejlesztésére, további bővítésére és korszerűsítésére. Nyilatkozta híradónknak Simicsko István honvédelmi miniszter. Vannak olyan raktárépületek, vannak olyan legénységi épületek, amelyeket föl kell újítanunk és bővítenünk kell, mert hangsúlyosan le van terhelve a laktanya a határvédelmi feladatokban. Ezért gondoltunk arra, hogy ezt a város vezetésével együtt egyeztetve közösen megvalósítjuk. A miniszter a jövő év első negyedévére prognosztizálja az új létesítmények kialakítását. Ez létszámbeli növekedést is eredményezhet a helyi laktanyában. Mindezt kiegészíti a Honvédelmi Minisztérium Vásárhelyi Kórházzal történő együttműködése, amely egy speciális jogkörhöz juttatná a helyi egészségügyi intézményt. A Budapesti Honvéd Kórház és a Vásárhelyi Tagintézmény között néhány héten belül megszülethet egy megállapodás. Az itt szolgálatot teljesítő katonáknak nem kell Budapestre utazni, az egészségügyi alkalmassági vizsgálat jelentős részét itt meg tudják csinálni. Tehát mondjuk egy vérvételre, egy alapkivizsgálásra itt sor kerülhet. Ez erősíti nyilván a helyi kórház képességeit is, meg nyilván egy észszerű, praktikus dolog, tehát ez ezt jelenti döntően. Ennek vannak persze részletesen, amely továbbképzések, egészségügyi képzések vonatkozásában is van ebben muníció. Tervben van egy katonai középiskola létrehozása, egy hozzátartozó katonai kollégium kialakításával együtt. A miniszter a migrációs nyomás kapcsán azt is elmondta, hogy a kettős határvédelem, az újabb kerítés megépítése, a 3000 határvadász jelenléte, a katonákkal való együttes és folyamatos fellépés a délalföldi térség nyugalmát szolgálja.